Valóban nem volt könnyű. Igazándiból nem játszottunk jól, de fél időben azért vezettünk 2-0-ra is, és pont azt beszéltük, hogy nem kell kapkodni, hiszen vezetünk, játszunk, legyünk sokkal nyugodtabbak, és hideg zuhanyként körülbelül 3 perc alatt kaptunk 2 gólt, és aminek én nagyon-nagyon örülök, hogy innen fel tudtunk állni, és vissza tudtunk jönni, és sokkal jobban játszottunk igazándiból a második fél időben, mint az elsőben, függetlenül attól, hogy megkaptuk azt a 2 gólt, de ott már sokkal több helyzetünk volt, tehát nem érdemtelenül nyertünk, hiszen volt még 4-5 nagy, igazán komoly helyzetünk, amit kihagytunk, de végén hál' Istennek sikerült megnyernünk a meccset. Mondtam a srácoknak most is, hogy hál' Istennek mindig azért úgy alakul a meccs, hogy nekünk jó legyen, és ez is igazándiból úgy alakult. De hát mondom, tehát volt egy ilyen 5 perces ilyen hideg zuhany, vagy ilyen rövid zárlat, és sürgetően az ellenfél megbüntetett minket, és ugye nehéz lett utána a mérkőzés, de tényleg, aminek nagyon örülök, talán még értékesebb is így, mint hogyha ilyen 4-5-tel tudtunk volna nyerni, hogy vissza tudtunk jönni, és benne tudtunk maradni a meccsbe, és tudtunk váltani, és helyzeteket alakítani, és megnyertük a mérkőzést. Igen, a Mezőtúr vereséget szenvedett, és a Karcag is, ugye, aki még azért, aki még azért ugye a közelünkben volt, így már kicsit így lépéselőnybe kerültünk, de hát nekünk még nagyon-nagyon nehéz mérkőzéseink vannak, még van 5 mérkőzés, és ebből már csak kettőt játszunk otthon, ugye utolsó 3 idegenbe, ez mind nagyon nehéz mérkőzés lesz. Ráadásul a jövő héten 4 játékosom is hiányozni fog, úgyhogy nem lesz könnyű.